Köszöntöm nézőinket, Önök a Kultúrszobát látják, Deli Kinga vagyok. Hagyományteremtő szándékkal rendezték meg a szekszárdi Szent József Katolikus Általános Iskolában az őszi Projekthét nevű rendezvényüket. Az iskola pedagógusai fontosnak tartották, hogy a gyerekekkel megismertessék az őszi terményeket és a betakarításukkal járó feladatokat. A különleges oktatás nem csak az iskola falain belül zajlott, a diákok ellátogattak a Decsi TS-be és a Kolping iskola kertészetébe is, ahol kivették részüket a betakarítási munkálatokból. A hetet egy közös ünnepséggel zárták, ahol hálát adtak a bőséges termésért. Szőlött présennek a szekszárdi Szent József Katolikus Általános Iskola udvarán az őszi Projekthét keretein belül. A hagyományteremtő szándékkal létrehozott programsorozat célja az volt, hogy a gyerekekkel megismertessék az őszi terményeket és azok betakarításával járó feladatokat. Koppány Vászoly, az iskola 6. osztályos tanulója elmondta, nagyon jól érezte magát, neki az egyik legnagyobb élményt a Decsi TS-ben tett látogatás jelentette. Itten ez egy projekthét volt, az Erntedankfestről szólt, ami egy német ünnep, vagy egy hagyomány, ami egy ilyen háladási ünnep, ami tulajdonképpen a termények betakarításáról szól, és az iskolában is ezt megünnepeltük. Ma reggel itt az ebédlőben megbeszéltük egymással ezen a héten lévő élményeinket. Minden osztály más csinált, valaki terménykosarat, valaki elment egy termelőszövetkezetben, valaki megnézte, hogy készítik a bort meg a mustot. A mi osztályunk a Decsi termelő szövetkezetben látogatott el. Nagyné Szegő Bettina keresztény szellemiségű iskolát keresett a gyerekeinek, így most már mind a négyen ide járnak. Szeretik azt a családias hangulatot, ami az intézményt jellemzi. És ez a projekthét, ez az új kezdeményezés, ez nagyon-nagyon tetszik nekünk is. Azért is látom fontosnak, és volt nagy élmény nekik, mert sokan vannak városiak az osztályokban, akik nem nagyon találkoznak azzal, hogy hogyan is kerül a mi asztalunkra ez a sok finom étel, zöldség, gyümölcs, amit elfogyasztunk. Úgyhogy nagy élmény volt elvinni a 8. osztályt, illetve a 7. osztályt a Kolping iskolának, a szekszári Kolping iskolának a kertészetébe. Ott megismerkedtek az őszi munkálatokkal, nagyon élvezték, hogy nagyon szép időnk volt, és nagyon élvezték, ahogy a fiúk áshattak, a lányok kicsit belekóstoltak az üvegházi munkálatokba, hogy hogyan kell paradicsomot föllevelezni, mások faleveleket söpörtek. Szabad levegőn voltunk, ez már egy nagyon-nagyon nagy élmény volt. Úgyhogy ezért ez is egy tapasztalat volt számukra. A pedagógusok a szülők bevonásával szervezték meg az élménydús hetet a gyerekeknek, ezzel is erősítve a szülő-gyermek-tanár kapcsolatot. Tulajdonképpen ezen a héten olyan ismereteket kaptak a gyerekeink, amit a mindennapi tanítási óra keretében nem szereznek meg. Ez a két kézzel, meg izzadsággal megszerzett tapasztalat, ez fog majd nyomot hagyni bennük. Erről számoltak be ma délelőtt, ma reggel. Minden osztály egy beszámolóval készült, és bemutatta az új ismereteket, amiket szerzett a hét folyamán. Most délután pedig, a sok munka után egy kis vidámabb formát öltünk, meghívtuk a szülőket, a szülői munkaközösség nagyon-nagyon aktívan részt vett abban, hogy a betakarított termények egyikéből, a krumpliból, nagyon finom paprikás krumplival készülnek nekünk. Mi pedig addig itt a tornateremben táncházzal ütöttük el az időt, de a mai nap csúcsa azt gondolom, hogy az volt, hogy az osztályok által elkészített terménykosarak megáldása. A mai napon Erik atya volt az, aki ezeket a kosarakat megáldotta. Hálát adunk a bőtermésért, hálát adtunk a sok jóért, mindazért, amit kaptunk. Ezt a projekthetet az iskolánk német nemzetiségi munkacsoportja tervezte meg tulajdonképpen, és azt gondolom, hogy jól sikerült. Én köszönöm a kollégáimnak, és köszönöm a szülőknek, a pedagógusok támogatását. Nem csak munka volt, hanem a játékosság is hozzákapcsolódott a ma délutánunkhoz. Egyik kollégánk, a Diák Önkormányzat segítő pedagógusa, ő pedig nagyon-nagyon sok okos és ügyes ötlettel lepte meg a gyerekeket. Játékos udvarrá alakult át az udvarunk. Itt a
a régi eszközöktől kezdve a gabonák felismeréséig, aztán az ősz, a szüret, préselés volt, szőlődarálás, kukoricamorzsolás, kukoricacsutavár építés, és nagyon-nagyon sok apró cseprő ügyességi verseny, amivel a gyerekeket szórakoztattuk az udvarunkban. Az ünnepi áldás után a tanárok meglepetéssel készültek a diákoknak és a szülőknek is. Pappert Gábor, az iskola hajdani tanulója és 8 éves kislánya Anna szolgáltatta a tangó harmonikával a talp alá valót a délutáni táncházon. A múzeumok őszi fesztiválja keretein belül izgalmas programokkal várták a kalandoskedvű érdeklődőket a Vosinszky-Mór megyei múzeumban Szekszárdon. A pincétől a padlásig tárlatvezetésen a látogatók betekintést nyerhettek a múzeum eddig elzárt területeibe, majd rejtélyes szabadulószoba várta azokat, akik a sötét padlástérben szerették volna próbára tenni bátorságukat. Itt egy élő szereplős kalandjátékban vehettek részt, ahol Günther professzort kellett kiszabadítaniuk a gonosz robotok karmai közül. Mindkét eseménynek nagy sikere volt, így a jövőben is tervez a múzeum hasonló jellegű programokat. Ez fönn volt a Vágmegye házának, az épületnek az oldalán volt. Ilyen kincseket is rejt a Vosinszky-Mór megyei múzeum padlása. Az intézmény idén is biztosított egy olyan napot az évben, amikor az érdeklődők nem csak a hagyományos tárlatokat tekinthették meg. A programon való részvétel egyik feltétele a zseblámpa volt, hiszen a tárlatvezetés a padláson kezdődött. A pincétől a padlásig kiállítás vagy tárlatvezetés tulajdonképpen a múzeumok őszi fesztiváljának a keretén belül került megrendezésre. Valójában évek óta azt tapasztaltuk, hogy a gyerekeket, főként a gyerekes családokat érdekli nagyon a padlásnak a témája, az ott található csontok, régészeti leletek, az egész épületnek a történetében. Ilyenkor lehet betekintést nyújtani olyan helyekre, ahova máskor a látogatókat egyébként nem engedjük be. Tehát mivel ez mindig nagy érdeklődésre adott számot, ezért úgy gondoltuk, hogy itt a Múzeumok őszi fesztiválján is bekerül a programsorozatba. Kulcsár Ágnes az unokáival érkezett a különleges tárlatra. Nagyon örülök, hogy eljöttünk. Interneten néztem meg a programokat, mert Balatonfüredről jöttek a kis unokáim, és szerettem volna egy kis programot, és nagyon meglepődtem, hogy itt ennyi gyerek van. Azt gondoltam, hogy ők majd különleges kis vendégek lesznek, de nagyon örülök, hogy ez ekkora érdeklődést kelt a szülőkbe, és a gyerekeket bevezetik a múzeum világába, mert végül is az a kultúránkhoz tartozik, és az kellő korba el kell kezdeni gyakorolni. És nagyon-nagyon, nem jártam még én itt lent, és nagyon meg vagyok lepődve, hogy milyen jól föl van készülve a múzeum a gyerekeknek a képzésére és szórakoztatására. A program során olyan izgalmas dolgokat is megtekinthettek a látogatók, mint a padláson tárolt, még ki nem állított régészeti leletek, vagy a gyerekek számára már őskövületnek tűnő tárcsás telefon. A tárcsás volt ott, ha tudod, a piros, a mamáikra emlékszel, ugyanilyen, csak a piros. Én azt gondolom, hogy nyilvánvalóan a szülők választják a programot, de a gyerekes családok jöttek el régebben is, meg most is, ez pont ez miatt, mert valójában én azt gondolom a múzeummal való megismertetés egy ilyen játékosabb, kedvesebb formában, amikor lámpával mehetünk föl a padlásra, meg lejövünk a pincébe, és az érdekességeket mutatjuk meg a gyerekeknek, talán ez közelebb hozza a múzeum világát a gyerekekhez, és ez egy jó választás ehhez. Az intézmény padlása sok titkot és lehetőséget rejt még az érdeklődők számára. Vagyok. És már nagyon-nagyon régóta betettek ide a robotjaim. Mondom, a magok a következők, akik megpróbálnak visszabadítani.
Izgatott suttogás és egy segítségkérő hang hallatszik az egyik zúgból. Élő szereplő szabadulószobába tehették próbára magukat azok a bátor jelentkezők, akik felmerészkedtek a múzeum sötét tetőterébe. Masinák a sötétben, avagy Günther professzor rejtélyes kiszabadítása címmel szerveztek újabb kalandos eseményt a rendkívüli helyszínen. Az ötlet a 608-as számú Scola Caritatis cserkés csapattól származott. A cserkészek már dolgoztak együtt a múzeummal, a múzeumunk éjszakáján is, csak akkor nem szabadulószobát, hanem ilyen kalandjátékot csináltunk. És akkor már voltunk itt fent, és láttuk, hogy elég jó lenne ez a padlás ilyen célra is, csak sajnos nyáron nagyon-nagyon meleg van, úgyhogy egy őszi programot néztünk, és az igazgató mondta, hogy esetleg akkor az őszi fesztiválon megcsinálhatnánk, úgyhogy akkor megpróbáltuk ezt ilyen őszi fesztivál keretein belül egy napon egy szabadulószoba sorozatban megvalósítani, és ez a második csoport most mennek. De minden szabadulószoba más, itt aztán meg pláne, mert itt a múzeum padláson azért nem lehet mindenhez hozzáérni, meg mindent átforgatni, sőt, majdnem, hogy semmihez sem lehet úgy hozzáérni, hogy felfordítjuk, megnézzük, csak az, amit jelezve van, de hát röviden tömören annyi, hogy ki kell szabadítaniuk egy bizonyos szemét, és ki kell jutniuk vele együtt a padlásról, és akkor ennek van egy ilyen keret meséje, amit mi elmondunk neki. Günther professzor kiszabadítására nagyjából 50 perc állt rendelkezésre. Az egész napos programra előzetesen kellett jelentkezni, és 7 csapat vett részt a kalandos megmentésben. Mindkét eseményre nagy volt az érdeklődés, ezért a jövőben a múzeum dolgozói a cserkés csapattal együttműködve szeretnének hasonló jellegű játékokat szervezni. A Matthias Corvinus Kollégium az oktatási tevékenység mellett előadásokat szervez. A sorozatban olyan előadókat hívnak meg, akik például szolgálhatnak a hallgatóságnak. Bai Balázs a legsikeresebb magyar atléták egyike, aki nem mellesleg emellett állatorvosként is praktizál. Arról beszélt, miként egyeztetők össze az életcélok, és hogyan lehet ezeket magas színvonalon művelni. Bai Balázs a magyar atlétika egyik legkiemelkedőbb versenyzője volt. A Matthias Corvinus Alapítvány egyfajta példaként hívta őt, hiszen sok kiváló magyar sportolóval egyetemben ő is bizonyíték arra, hogy lehet világszínvonalon sportolni és közben kiemelkedően tanulni. Nyilván akkor lehetünk valamilyen sikeresek, hogyha azt komolyan veszünk és képesek vagyunk áldozni érte, de ez nem jelenti azt, hogy mindenről le kell mondani. Sport egy gyönyörű dolog, és tényleg nagyon sok mindent meg lehet valósítani azon keresztül, de úgy gondolom, hogy nagyon fontos mellette egyéb területeken is, mint például a tanulásban helytállni, és egyfajta kettős élet pályamodellt megvalósítani. Nekem ez szerencsére sikerült, én minden sportolótársamat arra buzdítok, és minden fiatalt arra próbálok serkenteni, hogy ezt a célt próbálja megvalósítani, hogy a sport mellett tanuljon, illetve a tanulás mellett sportoljon. Az első sikerét a felnőttek között 2007-ben érte el. 2014-ben az atlétikai Európa bajnokságon negyedik lett, 2017-ben a londoni világbajnokságon harmadik helyet ért el a 110 méteres gátfutás döntőjében, és ezzel az eredménnyel ő lett az első magyar versenyző a szabadtéri atlétika világbajnokságán, aki futószámban érmet szerzett Magyarországnak. 2017. februárjában szerzett oklevelet az Állatorvostudományi Egyetemen. Ugyanennek az évnek májusától pedig állatorvosként praktizál is. Úgy gondoltam, hogy a sport az egy nagyon-nagyon törékeny, nagyon-nagyon úgymond vékony jégen táncoló szakma, hiszen bármikor jöhet egy sérülés, bármikor lehet egy olyan szituáció, ami gyakorlatilag megakadályoz minket a további munkavégzésben, persze itt a sportolásban. És maga, hogyha minden jól sikerül, úgymond nem sérülünk meg, nem történik semmi, akkor is, hogyha mondjuk egy olimpián nem vagyunk az első 8-ban, hanem bármi történik, főleg nálam egy átfutásban, ahol egy-egy hiba gyakorlatilag végzésre lenni, akkor gyakorlatilag a következő 4 éves úgymond támogatásom az más irányba veszi magát, mint hogyha sikerült volna. Tehát ez nagyon-nagyon bizonytalan, és ezért fontos az, hogy mellette egy olyan biztosabb jövőt építsünk, és biztosabb hátteret adjunk magunknak, ami túlmutat azon, hogy sportoljunk.
Természetesen ezeket az áldozatokat, lemondásokat és egyébként nyilván célokat megvalósítva sikere jár, akkor úgy gondolom, hogy nagyon-nagyon jó úton indul el az élet felé. Egyértelműen megéri. Nyilvánvalóan, mint ahogy a sportban és a tanulásban, főleg együtt a kettő sok lemondással jár és sok munkával, sok feladattal, de úgy gondolom, hogy végül abszolút kifizetődik, és nyilvánvalóan ezek a lemondások és ezek a kemény munkák sem azt jelentik, hogy nem lehet közte élvezni a dolgot, és nem lehet jól érezni magunkat közben. Úgyhogy úgy gondolom, hogy a nap végén ez abszolút megéri, és nagyon-nagyon hasznos elfoglaltság. Amerikában a Kansas-i Egyetemen járt iskolába, meséli, ott is nyomon követik sikereit, többször készült vele már interjú. A leggyorsabb magyar állatorvost soha nem kellett motiválni abban, amit elvállalt. Nyilatkozott egyszer edzője Tom Hauser István. Én sokszor megtapasztaltam azt, hogy nem feltétlenül a célba érkezés a legjobb dolog, hanem maga az út és maga a folyamat. Természetesen minden egyes siker, minden egyes elért cél és minden egyes teljesítmény végén érdemes egy kicsit megállni, érdemes időt adni annak, hogy megünnepeljük és megéljük a sikert. De nem csak és kizárólag akkor lehet élvezni a dolgunkat, hogyha befejeztük, hanem közben is. Minden, amiben belekezd az ember, lehet az munka vagy szórakozás egyszerre is. Így van ez a tanulással és a sporttal is. A saját hozzáállásunk dönti el, miként kezeljük a helyzetet, mondja. De minden beteljesülés azt az érzést hozza magával, hogy megérte. És azt soha nem szabad elfelejteni, hogy szükség van arra is, hogy időnként mindenből ki kell szállni az embernek, hogy elfelejtse az iskolát vagy a pályát, mert enélkül belefásul, és hosszú távon ez a sikeresség kárára megy. Bán Mór a kortárs irodalom egyik ismert írója, aki a Hunyadi sorozat köteteivel újra felfedeztette és megszeretette az olvasókkal a történelmet, a történelmi regényeket, magát az olvasást. A léleképítő előadás keretein belül látogatott el Szekszárdra, és mesélt a Hunyadi ciklus könyveinek megírásáról, az írást megelőző kutatómunkáról és magáról a regényről is. A nagy sikerű Léleképítők előadás sorozat újabb meghívott vendége Bán János volt, írói álnevén Bán Mór, aki a Hunyadiakról írt több kötetes sorozatáról is ismert. Az író korábban fantasy és sci-fi témájú műveket írt, majd 2008-tól fordult a történelmi tematikájú könyvek felé. Hunyadi köteteivel újra felfedeztette és megszeretette az olvasókkal a történelmet és magát az olvasást. Nagy gyerekkorom óta nagyon szerettem a történelmi regényeket olvasóként. Szerintem a mi korosztályunk még nagyon sokat olvasott, nem csak sci-fit és fantasyt, hanem történelmi műveket is. Viszont olvasóként nem igazán találtuk azokat a regénysorozatokat a könyvesboltok polcain, amiket szívesen olvastunk volna. Tehát amely a magyar történelem különböző korszakait olyan formában dolgozza fel, amely könnyen olvasható, egy kicsit már modernebb, egy kicsit a mai olvasóhoz jobban szól, mint a klasszikus magyar irodalmi időszakokban megírt művek, Jókai Mikszent művei. Nem nagyon voltak ilyen sorozatok, és ahogy ezen polemizáltunk és ezen gondolkodtunk, hogy mi lehet ennek az oka, akkor merült föl, hogy vélhetőleg a magyar könyvpiacon ez a fajta igény nem igazán jelentkezett, viszont érdemes megpróbálni. És ekkor döntöttünk úgy a kiadóval, hogy választunk egy olyan történelmi korszakot, amely érdemes, méltó arra, hogy egy könyvsorozat formájában feldolgozzuk. És hát a Hunyadiak korára esett a választásunk. Elsősorban azért, mert egy olyan dicsőséges időszaknak véltük, amely rengeteg tanulságot hordoz, nagyon sok olyan jellegzetessége megfigyelhető a magyar történelemnek, amely újra és újra tapasztalható, ilyen formán meggyőződésünk szerint levonható tanulságokat is hordoz magába. Bán János elmondta, hogy az írást megelőző kutatómunka sok évet vett igénybe, hiszen három nemzedék élettörténetét és diadalait vetette papírra. A könyvsorozat megírásának körülményeiről, az írást megelőző munkáról is beszélt a Garai János Gimnázium dísztermében összegyűlt közönségnek. Hát maga a kutatómunka az ilyen értelemben kb. 10-12 évet vett igénybe.
És azt szokták mondani, hogy a kutatást csak abba hagyni lehet, befejezni nem, mert óriási mennyiségű anyag áll rendelkezésre, és hát a regénysorozat is hosszú évtizedeket ölel föl a magyar történelemből, a tervek szerint egy egész évszázadot, sok-sok eseménnyel, nagyon-nagyon sok karakterrel, létező karakterekkel, megtörtént eseménysorokkal, és hát millió olyan részlettel, aminek ildomos azért utána nézni, pontosan azért, hogy azért az a hiteles alapja meglegyen a sorozatnak, ami nélkülözhetetlen egy történelmi regény esetében. Az író azt is elmondta, hogy nagyon szerette Hunyadi János életét megírni, mert rendkívül fordulatos, nagyon izgalmas és tanulságos volt, de igazából a fia, Mátyás király élete az, ami sokkal több rejtét hordoz magába. Mátyásról, az igazságosról legendákat zengtek, számos tanulságos mondaszó róla, amit a gyerekmesékből is ismerhetünk, viszont a történelmi adatok teljesen más képet mutatnak. Igazából a fia, Mátyás király élete sokkal, tehát inkább úgy fogalmaznék, hogy más okoknál fogva lesz izgalmas. Tehát egy egészen más karakter, összesen lehet a két történelmi figurát hasonlítani. Sok rejtélyt is magában foglal ez a korszak, miért alakultak úgy az események, hogy alakultak, vagy hogy más nem mondjak, miért figyelhető az meg, hogy legendákkal ellentétben például Mátyást nem kedvelték, finoman szóval az alattvalói. Ez engem meglepett, nem a mondák és mesék Mátyás király rajzolódott ki a forrásokból, és arra keresem majd a választ, amikor odájut a sorozat, hogy ennek mi lehet az oka. A regénysorozatban nem csak a Hunyadi család tagjait ismerhetjük meg, hanem mindazokat a személyeket, akik ebben az időszakban éltek és harcoltak Magyarországért. A szerző szemléletesen mutatja meg karaktereinek az emberi és olykor démoni oldalát, olvashatunk botlásaikról, kegyetlenkedéseikről, de nemes jellemüket is megismerhetjük a könyvek oldalain keresztül. Ezektől a tulajdonságoktól életszerűek a regény karakterei, a táj és a cselekmény leírása szinte filmszerű, a szereplők mondani valói megérintik az olvasót. A könyvek olvasása ráébreszt minket arra, hogy újra találjunk önmagunkra, védjük, őrizzük mindazt, amit egykor ők védtek, hogy továbbadhassuk a jövő nemzedékének. Különleges koncertet adott Balogh József, Liszt díjas zongora művész október 23-án a Művészetek Házában Szekszárdon. Az előadó egyenesen Kijevből érkezett a Tolnai megye székhelyre, ahol a híres zeneszerző művein keresztül emlékeztek meg az 1956-os magyar forradalomról és Liszt Ferenc születésének 110. évfordulójáról. Nagyon szép ez az épület, és úgy érzem, hogy nagyon jó az akusztika, úgyhogy szerintem egy remek koncert lesz. Balogh József Liszt díjas zongora művész játékát hallgathatták a Szekszárdi Művészetek Házába látogatók október 23-án. Az emlékkoncertet Liszt Ferenc születésének 110. és a magyar forradalom 65. évfordulója alkalmából rendezték meg. Az európai hírű magyar előadó egyenesen Kijevből érkezett Szekszárdra. Mindig nagyon jó emlékezni a forradalomra, főleg, hogyha Liszt zenéjével tesszük ezt, és nem játszottam még itt, úgyhogy nagyon szívesen jöttem. Tegnap este 7 órakor játszottam ki ebben az Ukrán Nemzeti Filharmóniában, az Ukrán Nemzeti Filharmóniának a zenekarával, és szólóprogramot is játszottam Nikolaj Diadóra vezényelet. Fantasztikus, szép esemény volt, nagyon szép emlék marad róla, és hát hajnalban indultam el Budapestre, először Bécsben szálltam le, mert nem volt közvetlen gép, úgyhogy Bécsből hazavezettem, és aztán jöttem Szekszárdra. Nem véletlen az sem, hogy a koncert nyitó darabja is Liszt Ferenc Funeráj című műve volt, ami magyarul temetést jelent. Igen, hát ezt Liszt a 48-as hősök emlékére írta, úgyhogy én azt gondoltam, hogy ez egy nagyon releváns darab ezzel indítani ezt a koncertet. Amikor egy szerzőtől állítok össze egy programot, akkor próbálok minél szélesebb repertoárt megmutatni a közönségnek, és ez most is így lesz, hiszen Lisztnek különböző korszakaiból fogok játszani, nála nagyon fontosak azok, hogy például átiratokat is játszunk, hogy ő nagyon szerette megmutatni a kollégáinak a darabjait, operátiratokat és dalátiratokat is készített, és hát a magyar rapszódia az a végén azt hiszem elmaradhatatlan. Nem csak a szomorúságé kell, hogy legyen ma a főszerep, hiszen
ünneplünk is, és méltó emlékezés az is hozzátartozik, hogy minél sokszínűbb bemutassuk meg Liszt zenéjét. Például a Válsz Empromptu vagy több dalát írat, az kifejezetten lelkes hangvételű. Nyugaton annyira nem szeretik Lisztet, megmondom őszintén, Bartókot valahogy egy picit jobban szeretik, egy kicsit üres virtuóznak tartják, például Bécsben vagy Németországban. Ukrajnában nagyon szeretik, és az orosz iskola egyébként is nagyon szereti a Liszt műveket, tehát abból is veszem észre, hogy rengeteg kurzust tartok több helyen, most is tartottam a Csajkovszki Akadémián kurzus, és rendkívüli magas volt a színvonal, és nagyon jól játszottak a növendékek. De ugyanezt a kurzust például már nagyon nehéz lenne megtartani Brüsszelben, vagy Bécsben, vagy Dániában is játszottak nekem növendékek Lisztet. Ott már teljesen más felfogással és máshogy közelítik meg. De hát ez a mi feladatunk, hogy ezt megfelelőképpen megtanítsuk és elmondjuk a növendékeknek, hogy ez nem csak üres virtuózitás, hiszen egy fantasztikus zenész volt, és egy olyan újítást végzett a zene irodalomban, hogy nélkül elképzelhetetlen lenne a 20. századi zene, sőt akár szerintem a filmzene is. Amellett, hogy nagyon nagy virtuóz volt természetesen, de hát ugye élete vége felé az öregkori műveivel abszolút előkészítette például Bartók zenéjére, ebből is játszok ma. Balogh Józsefnek az egész életét végig kísérte az ikonikus zeneszerző. Hát az én pályámon nagyon fontos volt Liszt, és most is nagyon fontos. A diák éveim alatt rengeteg Liszt művet tanultam meg a versenyek miatt, amiken nyertem díjakat, Magyarországon és külföldön is. Például a Hámor szonát az egy emblematikus műve a zongora irodalomnak, talán az egyik legösszetettebb és legnehezebb darabja. Ezt többször játszottam és nyertem is vele Hollandiában díjat. Az is egy nagyon fontos darab az én életemben. De hát nagyon automatikusan alakulnak ezek a dolgok, és amikor az ember kap egy ilyen felkérést, akkor megpróbálja az alkalomhoz illő műveket kiválasztani. Nagyon széles az a repertoár, amit ő képvisel egyébként, tehát szinte megtanulhatatlan az összes Liszt darab, és nem is kell érdemes egyébként kiválasztani az embernek azt, ami saját profiljához illik. Nincs kedvencem, az nagyon unalmas lenne. Köszönöm a figyelmüket, viszontlátásra!